Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Ragoncs Aréta vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Pályaválasztási roadshow, több iskola vett részt az eseményen. Kárenyhítési alap, közeledik a határidő. Hagyomány, Szent Márton napját ünnepeljük. Újraélesztés, évente Magyarországon 25 ezer ember hal meg hirtelen szívhalálban. Pályaválasztási roadshow-t tartottak Bonyhádon a Művelődési Ház előtti téren. Több iskola vett részt az eseményen, hogy segítséget nyújtsanak az érdeklődő diákoknak. Minden iskola hozott magából valami hívogatót. Készültek színes prospektusokkal, amiben feltüntették a választható szakterületeket. Pályaválasztási roadshow-t tartottak Bonyhádon. A megyében több helyszínen is megtartják ezt az eseményt, mondta Csapó Gábor, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum és iskolái minden évben hagyományosan így október tájt elkezdik a pályaválasztáshoz, pályaorientációhoz kapcsolódó rendezvényeiket. Az idén egy egészen új ötlettel látunk elő, nem titkoltan több célt is megfogalmaztunk magunkkal szemben. Egyrészt azt, hogy vigyük közelebb a szakmáinkat a pályaválasztás előtt álló diákokhoz és szüleihez, mutassuk be azokat, és nem is akármilyen módon. A vendéglátáshoz és a turizmushoz köthető szakmák is megjelentek. Szekszári vendéglátóiskolából jöttünk, ahol kimondottan turizmuságazati képzés folyik, szakácsképzés, pincérképzés, cukrászképzés, illetve szakács-szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus és cukrász-szaktechnikus képzés folyik érettségi után. Most itt jelen felállásban szeretnénk bemutatni a képzéseinket. A rendezvényen az informatika iránt is nagy volt az érdeklődés. Engem az informatika kifejezetten érdekel, és úgy a terén is szeretnék ugye elhelyezkedni, és ugye az iskolákat itt kérdezem, hogy van ugye informatika szak, és hogy azon belül még mit lehet ugye tanulni. Az eseményen összesen 8 iskola képviseltette magát. Halálos kimenetelű baleset történt szerdán 17 óra körül az M9-es autóút 3-as és 4-es kilométere között. Három autó ütközött össze, két ember a helyszínen elhunyt, többen megsérültek. Az autóutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat mindkét oldalon, az M9-es autóúttal párhuzamos, M6-os autópályára vezető fel- és lehajtókra terelték, közölte a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény tükrében a mezőgazdasági káresemény bejelentésével, mezőgazdasági biztosítási szerződések jelentőségével, valamint a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos legfontosabb információkról kérdeztük szakértőnket. A kárenyhítés rendszere Magyarországon már 2009 óta bevezetésre került. A kárenyhítési rendszer arra szolgál, hogy az adott gazdálkodási évben a gazdálkodókat ért káresemény általi jövedelem kiesést valamilyen módon legalább pótolni tudja. De arra is szolgál, hogy magát a káreseményt megelőzze, azáltal, hogy a jégkármérséklő rendszer működtetéséhez hozzájárul az alap. A bejelentés módja minden esetben elektronikus módon történik. Kárbejelentő juttatás iránti kérelmet az a gazdálkodó nyújthat be, aki magát a káreseményt, a mezőgazdasági káreseményt a bekövetkezést követő 15 napon belül az arra szolgáló államkincstári felületen bejelentette, majd ezt a kormányhivatal helyszíni ellenőrzés keretében levizsgálta, és ők megállapították a legalább 30%-os bevétel, illetve hozamkiesést. Azonban fontos tudni, hogy a pozitív kormányhivatali határozat önmagában még nem jogosít fel kárenyhítő juttatásra. A kérelem benyújtási határideje 2023. november 30-a éjfél. Szent Márton napját ünnepeljük november 11-én, az alkalomhoz számos népszokást, néphit kapcsolódik Magyarországon. Ezek egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejezéséhez, illetve az adventhez köthetők. A legenda szerint Szent Márton egy libaolban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal.
November 11-én ünnepeljük Szent Márton napját. A legenda szerint Márton misszionáriusként sok jó cselekedett, ezért püspökké akarták szentelni. Mikor ennek hírét vette az értejövő küldöttek elől, alázatosságában a ludak ójába bújt. A szárnyasok gágogásukkal óriási zaj csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét. Márton egész életét áthatotta a szerénység, az alázat, mondta Fuchs Márta, néprajzkutató. Püspökként is megtartotta ezt a szegény életmódot, és egész nyáját, egész az őt követő közösséget, mindenkit a lelki üdvözülésükre buzdított, illetve erre a szegény életmódra buzdított. Az alkalomhoz több babona is kapcsolódik. A tapasztalat szerint Szent Márton napja körül legtöbbször elromlott az idő, és leesett az első hó. A népi hagyomány úgy tartja, ha Márton napján esik a hó, akkor enyhetél lesz, amennyiben nem, akkor kemény évszakra számíthatunk. Érdekességként, mert persze medárnak, meg hasonlók, hát általában ismerni szoktam a babonákat, meg hogy lekopogjuk, de abba se hiszek. Semmi babonában nem hiszek. A napot számos módon szokták ünnepelni. Minden évben megyünk az iskolába felvonulásra, azaz pont holnapi nap lesz, mi vidékiek vagyunk. Tábortüzet szoktunk rakni az iskola udvarában, vagy éppen az óvi udvarában, amikor óvics volt, illetve zsíros kenyeret, lilahagymát szoktunk felszolgálni a szülői munkaközösség a szülőknek, illetve a tanároknak, gyakorlatilag ennyi. A hagyományok szerint Márton napján sokan libát fogyasztanak. A közös étkezés a nap fontos részét képezi. Igen, általában majdnem mindenki, még akár családi körben is, tehát nem kimondottan mondjuk éttermekben, hanem a család körében is. Magyarországon általában iskolák, óvodák és egyházközösségek szervezésében a gyerekek járják az utcákat maguk készített lámpásokkal. Vádot emelt a szekszárdi járási ügyészség egy férfi ellen, aki valótlan internetes hirdetésekkel több mint 100 embernek okozott kárt, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A munkahelyjel, jövedelemmel nem rendelkező 26 éves vádlott, 2 éven keresztül gyakran fiktív nevet használva, műszaki cikkeket, számítógépes játékokat, ruhaneműket, cipőket kínált eladásra úgy, hogy a termékekkel nem rendelkezett. A sértettek a vételárát, a szállítási költséget, illetve az előleget előre átutalták. Előfordult, hogy a férfi a sértettekkel fizettette ki azokat a műszaki cikkeket is, amelyeket ő akart megvenni. A sértetteknek ekkor saját számlájaként az általa kiválasztott termék eladójának számlaszámát adta meg, ők pedig odautalták az összeget. A jelenleg jogerős szabadságvesztését töltő férfival szemben az ügyészség 2 év fogházbüntetés kiszabását indítványozza a szekszárdi járásbíróságnál. Az egészségügyi államtitkár azt mondta, az Európai Betegség Megelőzési és Járványügyi Központ adatai szerint Magyarország számos kórházi fertőzéses mutatóban jobb az Európai Uniós átlagnál. A magyar kórházi fertőzések aránya mintegy fele az Európai Uniós átlagnak, mondta Takács Péter. Az Unióban 100 betegből 6-7 páciens érintett valamilyen kórházi fertőzésben. Magyarországon ez az arány 4% volt. A 2,3 millió kórházi bentfekvésre 78 ezer kórházi fertőzés jutott. Az, hogy a magyar mutató jobb, mint az uniós, a kiváló tiszti orvosi és kórházi jelentési rendszernek, valamint a jól felkészült szakembereknek köszönhető, emelte ki az államtitkár. Magyarországon évente 25 ezer ember hal meg hirtelen szívhalálban. Az esetek 90%-ában felkészületlenségünk és félelmeink miatt nem tudunk segíteni. Tolnán az egészséghónap keretében az alapszintű újraélesztéssel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Legtöbben tudnak az újraélesztés fontosságáról, de gyakorlatban nem tudják, hogy mit kell csinálni, ha összeesik mellettük valaki. Dr. Felföldiné Fejl Justina előadásában elméleti és gyakorlati tanácsokat is kaptak a résztvevők. A kezünket összekulcsoljuk, mégpedig így. És a tenyér élet fogjuk ugye a szegcsont közepére helyezni. Férfiaknál egyszerűbb, mert ugye nagyjából a mellbimból van a lába. Ezzel, ahogy összekulcsoltam a kezemet, a legnagyobb erőt gyakorlatilag a tenyérrel fogom kifejteni, és az ujjaimat pedig el fogom tartani a többi résztől. A karomat nyújtva, és gyakorlatilag a beteg mellett térdelek, akkor a saját súlyomat használva fogom a beteg mellkasát lenyomni.
Na most azt, hogy milyen mélyre kell nyomnom, ez az 5-6 cm mély, még azt is meg tudjuk majd nézni a babán. Az előadáson a defibrillátorok használatát is megismerhették a nézők. Helyezze fel az elektródákat. Ha megnézzük ezt, ugye akkor látszik, hogy ez kerül ugye a fejcsontra, és itt vannak, hogy hova kell raknunk a két másik párnát. Nem is tudom máshova rakni, mert úgy van összekötetésbe egymással. A nézők is kipróbálhatták a babán a mozdulatokat. Aki nem tudott részt venni az előadáson, az a szekszárdi, paksi vagy bonyhádi mentőállomáson minden hónap első hétfőjén megtanulhatja vagy gyakorolhatja az újraélesztést. Az előadás végén bemutatták a Tartsd életbe című kisfilmet, melyben a valami Amerika film sztárjai szerepelnek. Így fogja össze az ujjaim. Az új ütök mindig felfelé nézzenek. Aztán gyerünk, ami belefér. Regionális híreink következnek. Előkészíti a terepet a nagyberuházóknak a kormány, a Baranyai Ipari Parkról beszélt a miniszter. Átadták a tanít díjat, ezzel ismerik el az informatikai tanárok munkáját. 30 éves a Pécsi Zománc Műhely Egyesület, Változatok címmel jubileumi tárlat nyílt Pécsen. Hiányzik egy igazán nagy beruházó a baranyai gazdasági térképről, ezért a kormány megvizsgálta, mivel lehetne a vármegyébe hozni nagy cégeket. Ezért alakítanak ki 600 hektáros ipari parkot Pécstől nyugatra Bicsérd és Kővágó szőlős térségében. A fejlesztése 10 milliárd forintot különít el a kormányzat, erről is beszélt pécsi látogatásának külügyminiszter. Nagy beruházásokat kell hozni Baranyába, hiányzik egy olyan nagy cég a térségből, amelynek tevékenysége jelentősen növelni a vármegye gazdasági teljesítményét, mondta Pécsen a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta... Szijjártó Péter azt mondta, ennek elsődleges oka az volt, hogy eddig nem volt megfelelő iparterület a letelepedésre. Ezen változtattak a nemrég kijelölt ipari területtel. Nem volt eddig olyan nagy egybefüggő, közlekedési kapcsolatokkal, közművekkel rendelkező terület, ahova egy nagy beruházás be tudott volna költözni. Most éppen ezért Bicsért, Kővágó Töttös és Kővágó Szőlős körzetében egy 600 hektáros ipari parkot kijelöltünk. Ezt a kormány beruházási célterületén nyilvánította. Az ide szükséges infrastruktúrális, közmű fejlesztéseket végre fogjuk hajtani, 10 milliárd forintos előterjesztés már úton van. A Pécs-Pogányi repülőteret egyértelműen fejleszteni kell, a Mohácsi hidat minél előbb meg kell építeni, az M6-os Bó és Ivándárda közötti szakasz a jövőre meg lesz, létrejön a gyorsforgalmi összekötetés Pécs és Eszék között, tehát én azt gondolom, hogy így minden adottság, minden feltétel rendelkezésre fog állni ahhoz, hogy ezt a térséget is be tudjuk népesíteni új nagy beruházókkal és beruházásokkal. Korábban a baloldalról olyan hangokat lehetett hallani, hogy biztos akkumulátorgyárakat akar Pécs közelébe telepíteni a kormány, ezért hozzák létre az ipari parkot. Kérdésünkre a külügyminiszter elmondta, nem folynak tárgyalások olyan cégekkel, amelyek az akkumulátor technológiában érdekeltek, így nincs alapja ezeknek a kritikáknak. Átadták a tanít díjat szerdán, amivel a legjobb baranyai informatikai tanár munkáját ismerik el. Az oklevél mellé 1 millió forint is jár, amit idén pécsi tanár vihet haza. A díjat az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület, vagyis az IVETÁR alapította. A legjobbakat munkájuk extrán vállalt feladataik alapján választják ki. Díjátadó Pécsen a Softflow cég épületében. A tanít elnevezésű pályázaton azokat az informatikai tanárokat keresték, akik kiemelkedőek munkájukban, illetve olyan plusz feladatokat is vállalnak, amikkel segítik a fiatalokat az informatikai területen történő tanulásban. Az Informatikai Vezetők Társasága először 2022-ben hirdette meg a tanít díjat, amivel a legkiválóbb informatikai tanári teljesítményt kívánja elismerni az adott tanévben. Idén ezt augusztusban hirdettük meg, és szeptember közepéig vártuk rá a jelentkezéseket. Összesen 7 darab pályázó jelentkezett. Olyan tanárokat kerestünk, akik a oktatási tevékenységükön túl valami extrát vállalnak. Részt vesznek a digitális témahéten, motiválják a diákjaikat arra, hogy informatikai pályán tanuljanak tovább, bemutatják nekik a vállalkozások világát, vagy éppen felkészítik őket különböző versenyekre.
A tanárok ajánlás alapján kerülhettek be a versenybe. Diákok, tanárkollégák írhatták le egy-egy pályázóról, hogy miért gondolják úgy, hogy az ajánlott tanár a legjobb. Mindannyiukban közös volt, hogy rajonganak a szakmájukért, és elhivatottak a következő generáció nevelése iránt, és ezért hajlandóak többet tenni, mint ami a munkaköri leírásuk elvár tőlük. Időt és energiát nem kímélve, ezeket a gyerekeket, akiket ők tanítanak, középiskolásokról van szó, versenyekre viszik, segítik, egyénileg felkészítik őket, kiemelik őket a tömegből, és olyan lehetőségekhez juttatják hozzá őket, amiket a normál iskola rendszerű képzés nem tud megtenni. Végül hosszas mérlegelés után Soproni Gábor a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának informatika tanára lett az idei Tanít díj nyertese. Teljesen meg vagyok hatódva, és igazán még a szavakat sem nagyon találom. Nem számítottam erre az elismerésre. Ez a pályámnak talán az egyik legszebb pillanat, amely közé tartozik. Nem magam jelentkeztem, igazgató helyettes volt, aki találta ezt a pályázatot, és javasolta, hogy közösen induljunk ezen, és ez adta az indítatást. Az indoklás szerint iskolájában végzett szerteágazó oktató munkája, az informatikai labor kialakítása, versenyfelkészítési, szakköri szervezési tevékenysége, széles körű szakmai érdeklődésen alapuló, a továbbtanulás segítő motivációs munkája és az iskola vállalati egyetemi kapcsolatainak ápolása terén kifejtett tevékenysége okán kapta a díjat. Az elismerés mellé 1 000 000 forint is jár a győztesnek. Idén 30 éves a Pécsi Zománc Műhely Egyesület, eleinte szakkörként működtek, mára alkotó műhelyén nőtte ki magát az egyesület. Változatok címmel a jubileum alkalmával egy kiállítás nyílt Pécsen a Civil Közösségek Házában. Az alkotások, válogatások a művészek több évtizedes munkáiból. Az egyesület még Horváth Olivér festőművész rajztanár vezetésével jött létre 1982-ben. Tőle vette át 1993-ban Hábarakonyi Klára képző és iparművész. Idén éppen 30 éve a Pécsi Zománc Műhely Egyesület művészeti vezetője. Ezen a kiállításon az egyesületi tagok összegezték 30 év munkáját. Olyan képek is találhatók itt, amelyeknek alkotóik már nincsenek köztünk, de kezdetektől fogva itt dolgoztak. Vannak olyanok is, akik az utóbbi pár évben kapcsolódtak be az alkotó munkába, Tűzománc műveik pedig alkalmasak kiállításra. Sokféle anyag van, mindenki másképp dolgozik. Én arra törekszem mindig, hogy ne legyen olyan munka, ami nem érzi a sajátjának. Bármit csinálhat mindenki, bármit kezdhet. Hogyha elakad, nagyon szívesen segítek, de hogy tovább lépjen, de az, hogy ráerőltessek valami mást, ami nem a sajátja, azt én nem szoktam, és nem is szeretném csinálni. Ezért itt ezen a kiállításon nagyon sokféle munka van. Úgy lett rendezve, amit Herceg Lászlónak köszönhetünk, hogy ezek az egyéni megnyilvánulások kidomborodjanak. És olyan munkák kerültek a falra, ami senkihez sem hasonlítható, csak ő hozzá. Úgyhogy ezt én nagyon szeretem és tiszteletbe tartom, és 30 éve arra buzdítom a tagságot, hogy legyenek egyéniek, próbálják az egyéni elképzeléseiket megvalósítani. Ha elakadnak, segítek, de nem szoktam úgy belenyúlni a munkákba, hogy most akkor majd én csinálok belőle valamit. Itt pedig az utóbbi években készült egészen másfajta stílust mutató tűzománc képek láthatók. Olyan munkák vannak, amik legutóbbi időkben készültek, és olyan művészek készítették, akik nem nagyon régóta, tehát nem a kezdetektől zománcoznak, és az, hogy itt ilyen modernebb, geometrikus megfogalmazások vannak, ez jellemző a mostani képzőművészeti világ gondolkodásmódjára.
Céljuk az anyagban rejlő lehetőségek további kutatása, új zománc művészeti alkotások létrehozása, népszerűsítése. A zománc színes, a fényereivel él, ezért lelke van, élni jobbá lenni segít, vallják az egyesület tagjai. A Változatok című jubileumi tárlat megtekinthető 2023. november 21-ig a Civil Közösségek Háza Gebauer galériájában. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Pályaválasztási rócsó, több iskola vett részt az eseményen. Kárenyhítési alap, közeledik a határidő. Hagyomány, Szent Márton napját ünnepeljük. Újraélesztés, évente Magyarországon 25 ezer ember hal meg hirtelen szívhalálban. Pénteken újabb ciklon és annak meleg, majd estére hideg frontja éri el hazánkat. Borongós idő várható nyugat felől terjeszkedő esővel. Késő délutánig elsősorban a Dunántúlon fordulhat előszámot tevő csapadék. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullik, majd ezután terjed át a középső és a keleti térségre az intenzívebb eső. Az ilyenkor szokásosnak megfelelő értékre hűl a levegő. A délkeleti szél helyenként megélénkül. Éjszaka nyugat felől megszűnik, és az ország keleti részére tevődik át a csapadék, reggelre azonban már ott is sok helyen eláll az eső. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!